Ezek a gyerekek már tudják, milyen az önfelett játék az óvoda udvaron, de a játék mellett a nevelés is a mindennapi részét képezi az intézmény életének. A kicsik művészeti nevelése pedig kiemelt szerepet kap. A Hét Színvirág óvoda és tagintézményei már készülnek az új gyerekek fogadására, melynek első lépése a beiratkozás, mely május 4-én és 5-én lesz. Most nem a Hét Színvirág óvodába szervezzük a központi beiratkozást, hanem a Miklósi utca 2 szám alatti Diana óvodába, ugye a volt Partizán úti óvoda, hogy tanulják azt ülők az új utcanevet, illetve tavaly esett egy felújításon át az óvoda belső része. Szeretnénk, hogyha ezt a kedves szülők látnák, és hogy minden óvodánk igyekszik megújulni, megszépülni. A beiratkozás előtt még nyílt napokra várják az óvik a szülőket és a gyerekeket. Ezek keretében a szülők megismerhetik az intézményeket, tájékozódhatnak az óvodákban folyó nevelőmunkáról, a gyerekek pedig találkozhatnak az óvónénikkel, és megízlelhetik az óvis élet ízét. A gyerekek érezzék, hogy szeretettel fogadjuk őket, a szülők ismerkedjenek, hogyha esetleg első gyermek, akkor nagyon tapasztalatlanok, tehát kell, hogy a óvónénikkel megismerkedjenek, kialakuljon egy bensőséges kapcsolat. A gyerekek pedig ezen a csodálatos tavaszi udvaron szívesebben veszik az első ismerkedéseket. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyerek nevére kiállított személy azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Miután a gyerekeket már óvodáskortól bevezetik a közoktatási rendszerbe, ezért a tajszámra is szükség van. Ezentúl a szülő személy azonosítóját és lakcímkártyáját kell bemutatni.